Tisztelettel köszöntöm Önöket a Városi Civil Díjak Gála műsorral egybekötött átadási ünnepségén. Az elmúlt percekben Sterner Andrást hallhatták klarinét szólózni. A felkészülésben őt tanára Radics Miroslav segítette. Az elhangzott művek Bach R. és Mangani Paginád album. Andrásról a következőket érdemes tudni. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola 9. osztályos tanulója. Az idei év során országos és nemzetközi versenyen ért el első helyezést. A Pannon Filharmonikusok, Mesterek és Tanítványaik című tehetségprogramjában szólót fújt a filharmonikusokkal. Egy hazai vonatkozás, a Dombóvári Ifjúsági Fovos Zenekar nagyobb hangversenyeinek állandó közreműködője. Hölgyeim és uraim, még egyszer egy tapsot kérek Sterner Andrásnak. Műsorunk folytatásában Kalocsa Lilla és Kalocsa Luca Fekete István elbeszéléseiből olvas fel. Kérem, fogadják őket szeretettel. Fekete István, vadászok. Én, mondta az egyik vadász, egy szarvasbikát veszítettem el. Tudjátok, nem igen hibázok, de ez a szarvasbika külön bagancsot hordott, mint bármelyik, amit eddig láttam, beleértve a kiállítási agancsokat is. A hallgatóságban egy kis csend volt. A vadászok az asztal simára súrolt lapját nézték. És nem lett meg? Kérdezte valaki, csak hogy mondjon valamit. Nem, hiszen mondom, hogy elveszítettem. Főúr, nézett szigorúan egy másik vadász a főpincérre, aztán a tányérra. Milyen hús ez tulajdonképpen? Őz, szarvas, borjú vagy mi? Melyiket méltóztatik kifogásolni akarni? Kérdezte a főúr, nem törődve a germanizmusokkal. Az nem fontos, de nem szeretem, ha az őzet borjúnak, a borjút szarvasnak, a szarvast őznek, a disznót... Pardon. A főúr ellépett a szomszéd boxhoz, ahol fizetni akartak. Én, mondta a második elbeszélő, egy medvét toltam el. Pedig közel volt. Féltél? Á, miért féltem volna? Nőttél már medvét? Nem, ez lett volna az első. Szép, hogy beismered. Mit? Hogy citerált a kezedben a puska. Ne idétlenkedj, most komolyan beszélgetünk. Igazán nem féltem, csak egyszerűen mellé lőttem. Újabb csend lett. A beismerés tiszteletre méltó volt, és a vadászok fáradtak voltak ahhoz, hogy az elbeszélőt kikezdjék. Az egységes sör? Kérdezte az egyik. Miből gondolod? A hatodikat iszom minden eredmény nélkül. Milyen eredményt vársz? Erkölcsit vagy fizikait? Én, mondta a harmadik vadász, nem várva meg a választ. Csak egy őzet vesztettem el, de az nagyon fájt. Egy őz? Néztek rá többen csodálkozva. Igen, egy őz. Kapitális volt? Fenét. Az első volt. Kukoricásban lőttem, és nem tudtam hazavinni. Augusztus volt. Diákként voltam otthon szabadságon. Meleg volt, és nem járt arra senki, hát eldugtam. Na és? És amikor kocsival érte mentünk, nem volt ott az őz. Csak egy cédula az egyik kukorica szárba dugva. Cédula? Az. Az volt ráírva, hogy köszönjük az őzikét. Sírtam. Az első őzem lett volna. A vadászok közül többen felnéztek. Disznóság. Na, ígyunk még valamit? Én, mondta a negyedik vadász. Egy kacsát veszítettem el. Kacsát? Azt. Más is veszítette a kacsát. Mindenki veszítette a kacsát. Nem volt kutya, hogy kihozta volna a nádból, és a kacsa elveszett. De én láttam azt a kacsát. Láttam a vízben, mégis elveszett. Hát ezt nem értem. Ha láttad a kacsát, miért nem vetted fel? A vadászok mind felnéztek. Vicc. Dehogy. A Tisza mellett kacsáztunk. Egy gácsér húzott el felettem, és lelőttem. Úgy suhant a vízbe, mint a kő. Nem is messze. Szerencsére ott húzogatta a hálóját egy halász. Megvan! Kiáltottam, mert láttam, hogy a kacsát felveszi a vízből. Meg! Mindjárt benyúltam a zsebembe, és a pénztárcámból kivettem egy pengőt. Szeretem a halászokat. Egy lelkek azok velünk. Tudjátok a közmondást. Halász, vadász, sokat potyáz. Tudjuk. És a halász elkezd evezni a túlsó part felé.
Hé! Ordítottam. A halász csak evezett. Hallja! A kacsát én lőttem! Hova viszi? De a halász csak evezett. Engem a guta kerülgetett. Amikor kiért a túlsó partra, hallottam, amikor azt mondta a társának. Az a marha azt kérdezte, hova viszem. Ha tudnám a címét, Isten úgyse, megírnám neki. A következőkben Deli Orsolya és Fenyvesi Gábor előadásában Zorán ünnep című dalát hallhatják. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A legnagyobb büntetés, ami ma egy bűnözőt az állam részéről érhet, az, ha magánzárkába dugják az illetőt. Évekig elszigetelten, minden személyes kapcsolattól megfosztva élni, egy elvetemű gyilkos számára is szinte elviselhetetlen. Az ember, még a legembertelenebbje is, úgy lett kitalálva, hogy szüksége van a társaságra. Azt mondják, egyes dél-amerikai népcsoportoknál
Létezik a közösségből való teljes kizárás büntetése, amikor valakiről a csoportot irányító vezér kimondja, hogy többé nem lehet érintkezni vele. Megfigyelték, hogy miután így a kirekesztett elveszti reményét a társas kapcsolatokra, viszonylag rövid időn belül megbetegszik, vagy meghal. Mégis a szabad emberek között is tömegeket találunk, akik önkéntes számüzetésben vonulnak a társadalmon belül, és jóformán senkivel nem érintkeznek. Magányosan élik mindennapjaikat. Családtagjaikat, ha vannak, nem engedik közel magukhoz, barátaik nincsenek. Begubóznak a saját világukba, és egyre keserűbben, egyre bűskomarabban figyelik a rajtuk kívül zajló világot. Ahogy a depresszió eluralkodik rajtuk, magukba mélyedtek, embert kerülők, szűkszavúak lesznek. Folyton magukkal és állapotukkal foglalkoznak. Ez pedig, ahogy egy újságcikkben olvastam, lassan kihat a fizikumukra is. Az elmúlt években kutatások sora jelent meg, amelyek szerint a magányosság összefüggésbe hozható a vérkeringés romlásával, az infarktus gyakoriságával, vagy az Alzheimer kor gyorsabb kifejlődésével, de kiadhat a fehérvérsejtek működésére is. Sőt, a Torontói Egyetem kutatói azt állították, hogy magukat elhagyatottnak érző emberek alacsonyabbaknak érzik a hőmérsékletet, ezért fázósabbak. Egy tavalyi kutatás szerint az Európai Unióban még mindig Magyarországon vallják legtöbben boldogtalannak magukat. Ám ahogy én itt most körbenézek, csupa mosolygó, vidám arcokat látok. Nyoma sincs annak a boldogtalanságnak, amire a kutatásokra hivatkozva beszélnek, az újságokban olvasni lehetett. Ennek persze számtalan oka lehet, személyesen mindenkinek másért, és másért lehet oka a jókedvre. Mégis azt gondolom, van összefüggés az itteni derűs tekintetek és az eddig elmondottak között. Nem kevesebbet állítok, mint hogy a világra, a közösségre való nyitottság teszi jókedvűvé a megjelenteket. Ennek a nyitottságnak az egyik különleges formája az, amikor valaki úgymond civil. Az ilyen illető a családi és baráti kapcsolatain túl egy további kapcsolati formára is képes. Képes összeállni egy-egy ügy, egy-egy érdeklődési terület meggyőződés alapján másokkal, akikkel utána ennek az ügynek, hobbinak, meggyőződésnek a mentén közösen haladnak tovább. Az ilyen emberek gazdagítják az életüket a számukra fontos területtel, és egyszer mint fontos tényezőjévé válnak közösségüknek is. Természetesen egy pillanatig sem állítom, hogy az egyéni boldogsághoz elengedhetetlen, hogy valamilyen szervezet tagja legyen az ember. Azt sem gondolom, hogy minden civil automatikusan boldog lenne. De abban biztos vagyok, hogy derűsebbé teszi a jellemet, ha olyanokkal van egy társaságban, akikkel van valamilyen közös érdeklődési területe, amiért közösen tenni is tudnak. Az már szinte mindegy is, hogy mi ez a közös pont. Lehet természetjárás, környezetvédelem, hagyományőrzés, kultúraápolás, művészet, sport, közélet, vallás, vagy bármi más. Nevezhetik magukat baráti körnek, egyesületnek, társaságnak. A lényeg így is, úgy is, mind-mind fontos szerepet töltenek be az egyén és a közösség életében. Nem véletlenül említem a közösséget, mert bár eddig az egyén javára helyeztem a hangsúlyt, a közösség számára is rendkívül fontos és üdvözítő a pezsgő civil élet. A civilek ugyanis számos olyan ügyet vállalnak magukra, amelyek az egész közösség javát szolgálják, és amelyekhez az egyén egyedül kevés lenne, az önkormányzat pedig túlságosan hivatali. A nyugati demokráciákban számos olyan funkciót látnak el civil szervezetek, amelyeket idehaza a rendszerváltás követően önkormányzati hatáskörbe utaltak. Az államszocializmus évtizedei alatt kialakult az a káros beidegződés, hogy mindig felülről várjuk a segítséget, és az állam kezébe teszünk olyan dolgokat is, amit pedig inkább alulról jövő kezdeményezésekkel kellene megoldani. Ez nem csak a kezdeményezésben résztvevők önbecsülését növelné, de a problémát is hatékonyabban oldja meg, hiszen arra a szintre helyezi a megoldást, ahol a probléma keletkezik.
Az eddig elhangzottak miatt fontos számunkra, hogy településünkön élénk civil élet folyjon. Az önkormányzatnak fontos, hogy a saját eszközeivel maga is támogassa a közösség építésére összeállt erőket. Mindig nagy odafigyeléssel kezeljük a tőlük beérkező javaslatokat, és folyamatosan együttműködünk a problémák megoldása során is. Kedves hölgyeim, tisztelt uraim, kedves civilek, kedves érdeklődők! Akik ma ide kilátogattak, azok vagy már eleve tagjai, szimpatizánsai egy vagy több szervezetnek, vagy érdeklődően pozitívan állnak a társadalmi részvételhez. Vidám, jókedvű arcok, akik nyitottak az életre és a közösségre. Én most, amikor szeretném megköszönni valamennyiüknek, hogy ma eljöttek ide, arra biztatom önöket, hogy legyenek minél aktívabbak a jövőben is. Egyúttal arra is szeretnék megkérni mindenkit, hogy gondoljon családi, ismertségi köréből olyanra, aki esetleg most is bezárkózva, magányosan gubbaszt, és próbálja meg rávenni az illetőt, hogy jöjjön és vegyen részt ő is a közös aktivitásban. Ehhez kívánok valamennyiüknek nagyon-nagyon sok sikert. Köszönöm, hogy meghallgattam. Következik a 2016. évi civil díjak átadása, melyben szintén polgármester úr, valamint Bódogné Petes Janka, a Dombóvári civil tanács elnöke közreműködik. Át is adom a szót civil tanács elnök asszonyának. 2016 civil díjasa Tóth Sándor. Kérem szépen, váradjon a színpadra, és vegye át a díját. Tóth Sándor 1946-ban Alsómo családon született. 1952-ben az akkori politikai viszonyok miatt a családnak el kellett hagyni a falut, így gyermek és ifjúsága éveit Csikóstötösön élte meg. Középiskoláinak elvégzése után 1965-ben Dombóvárra költözött, itt alapított családot is. 10 évig a dombóvári szakmunkás képzőben szakoktatóként dolgozott, majd a lánggépgyár szerszám műhelyét vezette egészen vétlen közúti balesetéig. Nyugdíjazásáig 1990. decemberéig ismét tanulóképzéssel foglalkozott. Vidékre költözésekor 1991-től aktív szerepet vállalt a csomai közéletben, mint civil szervezeti vezető, és a megyében, mint a Somogyért Egyesület aktív tagja. 2000-ben költözött vissza Dombóvárra, és hamar megtalálta az utat a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületébe, ahol aktívan segítette a vezetőség munkáját. 2002-ben csatlakozott az Ózon Asztma Egyesület programjaihoz, rendezvényeihez, kezdetben kívülállóként, majd 2006-tól aktívan is szerepet vállalt az Egyesület rendezvényein. Az utolsó ciklusban elnök helyettesként szervezte, illetve szervezi az Egyesület programjait, kirándulásait. Az elnök és a vezetőség segítségével sikeres, jó, egymásért tenni akaró és tevő egyesületet tudtak összekovácsolni. Ezt bizonyítja a rendezvényeik, előadásaik magas látogatottsága, a stabil 56-58 fős taglétszám. Egyesületét képviselve tagja a Dombóvári Szent Lukács Kórház felügyelő bizottságának. A városi és civil rendezvényeken aktív részt vesz, segíti azok lebonyolítását. Jó kapcsolatot ápol más civil szervezetek vezetőivel, tagjaival. Természetesen mindezekhez kellett és kell is egy stabil családi háttér, melyet felesége biztosított és biztosít számára immár közel 48 éve. Hölgyeim és uraim, Tóth Sándor! És 2016 egyesületi díjazottja a Dombovári Ózon Aszma Egyesület. Kérem szépen az elnök asszonyt, váradjon a színpadra, és vegye át a díjat. ...1998. december 10-én vette nyilvántartásba az Egyesületet,
mint egészségügyi jellegű közhasznú szervezetet a Tolna megyei bíróság. Ez azonban már egy megkezdett folyamat befejező része volt csupán. Az egyesület elődje az Ózon Asztma Klub volt. A klub indításában, létrehozásában, a szervezési és felvilágosító munkában a tüdőgondozó főorvosa, dr. Magda Tamás, illetve a tüdőgondozó munkatársai kiemelkedő munkát végeztek. Az egyesület az 1994. évtől készített feljegyzéseket és meghívókat, ezek alapján tudjuk, hogy az asztmás betegek részére szerveztek eszközbemutatókat, illetve a betegséggel kapcsolatosan tartottak felvilágosító előadásokat. Az 1998-ban megalakult Asztma Egyesület alapító tagjai a következők voltak. Dr. Magda Tamás, Heisz Tiborné, Szűcs Gyula, Ormosi Lajos, Császár Csaba, Kolossa Károlyné, Győri Károlyné, Ács Zoltánné, Kutas Szilvia, Gáspárné Molnár Teréz, Kovács Pálné, Várai Árpádné, valamint Hergyó László. Az egyesület egy szerveződés, melyben az azonos téma, az azonos érdeklődés hozza és kovácsolja össze az embereket. Esetükben az azonos téma az asztma és az asztmatikus allergiás betegség. Az egyesület igyekszik már a gyerekekben felébreszteni azt a tudatosságot, hogy környezetükre vigyázni kell. Az Asztma Világnap minden év első vasárnapján van, amelynek alkalmából az egyesület, a város és a város környéki iskolák diákjai részére rajzpályázatot ír ki. A beérkezett pályázatokat a zsűritagok értékelik, a győzteseket könyvjutalomban részesítik. Az egyesület egyik erőssége, hogy jó hangulatú, nagy sikerű, az egészségügyhöz és a kultúrához szorosan kapcsolódó kirándulásokat szervez. Többek között a három nagy sikerű erdélyi utat. Kirándultak a lengyel Tátrába, megtekintették a Vielickai sóbányát, eljutottak a szlovákiai Zólyomba, Beszterce bányára, Lipót-Szent Miklósra. Szlovéniában a posztojnai Csepkő barlangot és a Predjamszki várat látogatták meg. Ausztriában Herbernsteini kastélyt nézték meg, 2011-ben 5 napot töltöttek Svájcban, 2012-ben Ausztriában nézték meg Karintia tájait. Magyarországon is sok szép helyen jártak már. Ópusztaszer, Szeged, Tihany, Badacsony, és még sorolhatnánk hosszasan. Az egyesületben a tagok száma évről évre emelkedik, bár a halálozás és az időskor miatti kilépés következtében az utóbbi 2 évben sajnos csökkent, jelenlegi létszámuk 58 fő. 6 éve kapcsolatban állnak a légúti betegek Komlói Egyesületével. A közös problémával küzdő csoport tagjai hamar megtalálták a közös témát. A kölcsönös tapasztalatcsere és a közös vendéglátás az egyesületi tagok összetartozását segítette. Az egyesület igyekszik olyan programokat szervezni, amellyel a fiatalabb generációt is maguk mellé tudják állítani. Civil gondolatuk, minden emberi kapcsolat az adás és az elfogadás képességén alapul. Addig él, amíg öröm adni és öröm elfogadni. Hölgyeim és uraim, a Dombóvári Ózon Asztma Egyesület. Nagyon szépen köszönjük a díjat, és igazából ugye ez egy egész egyesületnek az aktív munkájából tevődött össze, hogy ezt elértük. Név szerint én szeretném a vezetőségi tagoknak megköszönni a munkát, Tóth Sándornak, Pap Istvánnénak, Ormosi Lajosnak, Noé Istvánnak, Gáspárné Horváth Terinek és Bakonyi Krisztinának. Ezen kívül minden tagnak, akik segítették a munkánkat, aktívak voltak, részt vettek a munkánkban. Van egy ebben az évben kreáltuk úgymond az asztma indulót, és ennek a refrényébe
van, csak ez a mondatot szeretném mondani, mert ez egy jó csapat. Most egy verssel folytatjuk. Kérem, hallgassák meg ezt a verset Tóth Gáborné előadásában. Várnai Zseni, csodálatos a lét. S a fáradt vándor kevéssel is beéri. Hiú, mulandó dicsvágy nem kísérti. A lángolást felváltja halk derű, és arra int, te se légy keserű. Ha van mit adnod, add jó szívvel át, add a munkád, s csekély tapasztalásod, s bár nem váltod meg véle a világot, de szebbé teheted egy pillanatát. Úgy adj, mint erdő ontja illatát. S ha mindig még bolygatnak álmaid, ha balgán fönti régiókba vágyol, dobd ki a súlyt léghajót kosarából, hajítsd ki múltad homokzsákjait, s majd megkönnyülnek sebzett szárnyaid. Írd ki magadból mindazt, ami volt, legyen regény vagy költemény belőle, de azt is mondd el, ami vitt előre, ami szívedből szikrákat csiholt, szürke kavicsból égkövet csiszolt. Szép volt, bár sokszor élő csontig ért a véső, mégis tűrted, rendületlen, nem érezted a lázban, révületben a szenvedést, mert tudtad jól, miért. Egy szív a sok közt, egy mindenkiért. Most már egy hang se vészel nyomtalan. Hullámok sodrán száll körül a térben, szavad ott zeng a végtelen zenében, s ha néha nap valahol megfogan, te szólsz majd akkor, zengve, boldogan. Csodálatos a lét, s mély nagyszerű, hogy ami fény, nem vész el abból semmi, s mulandó léted úgy fog elpihenni, mint Tokiában egy néma hegedű. Mély rejtelem, és milyen egyszerű. Thank you.